Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. A vendégem Murphy Tamás, a HOFESZ ügyvezetője. Szervusz, üdvözöllek. A fő hírünk, hogy 7. alkalommal rendezik meg a nagyköveti horgásztalálkozót, és ebben az esztendőben a palotavárosi tavak ad otthont ennek a rendezvénynek. Ez egy fajsős rendezvény, hiszen maga a Áder János köztársaság elnök úr, a fővédnök, illetve a horgászok nagykövete, és nagykövetek jönnek valóban. Hogy sikerült ezt elintézni, hiszen itt majd a megyei szövetségek elnökei, a horgászvilágbajnokok is itt lesznek a nagykövetek mellett. Tehát ez egy igazi fajsúlyos, nagyon-nagyon komoly rendezvény. Így igaz. Köszöntöm a kedves tévénézőket. Hát azt kell mondjam, hogy talán az idei év az kiemelkedően a rendezvényekről szól a HOFESZ életében. Ugye túl vagyunk éppen csak egy halünnepen, egy sikeres halünnepen. Jelenleg is zajlanak országos bajnokságok, a Palotavároson metód országos bajnokságok, illetve egy parti pisztrángos OB-n is túl vagyunk, amik nagy sikerrel zajlott. És a Magyarországos Szövetségnek azt gondolom, hogy a víz minősége, illetve a szolgáltatás minőség miatt ráesett a választása, hogy az idei évben a 7. horgász nagyköveti találkozónak a palotavárosi alsó és a felső tó fog otthont adni. Így, ahogy említetted, a köztársasági elnök úr a horgászoknak a nagykövete, illetve több prominens személy is, olimpiai sportolók, színészek képviselik a magyar horgászatot. A horgászverseny ideje alatt három kategória van a nagyköveti horgászok. A horgász sportvilágbajnokai, tehát akik mind finomszerelékes horgászatba, mozgássérült világbajnokaink, női világbajnokaink, tehát az idejében Dél-Afrikába nagyon-nagyon szép eredmény, két világbajnoki aranyérmet is gyűjtött a magyar válogatott. Ők is itt lesznek ezen a rendezvényen, illetve külön köszöntve is lesznek a rendezvényen. És a területi képviselők, tehát a megyei szövetségek és egyéb horgászattal kapcsolatos versenyzők fognak részt venni a magán a versenyen. Ez nagy kihívás, hogy kell erre készülni? A halak tudják, hogy milyen prominens személyiségek fognak horgászni? De tényleg a május 23-án lesz, tehát ez már közel itt van. Nyilvánvaló, hogy azért a horgászatnak van bizonyos intimitása, de ez egy nyilvános rendezvény lesz, gondolom én. És hát azért a biztonság is fontos, emellett nem árt, ha van kapás. Tényleg hogy készültek? Hát igen, a biztonság az kiemelt ezen a rendezvényen. Épp most az elnöki kabinetnek a biztonsági embereivel jártuk be a területet a mai nap során. Félig meddig úgy gondolom, hogy nyilvános, tehát van olyan része, ami teljesen akik érdeklődők ki szeretnének jönni, illetve megnézni a rendezvényt, ők meg tudják látogatni. A nagyköveti rész az, ami valamilyen szinten egy kicsit izolálva van a látogatóktól, de tehát nem teljesen, tehát abszolút lehet látni a sportolókat, hogy ők is hogy horgásznak, hogy mennyire üzik jól ezt a sportágat. Amúgy ügyes horgászokról beszélünk, tehát több ilyen versenyen vettünk már részt, és 20-30-40 kiló halakat ők is megfognak a rendezvényen. Én bízom benne, hogy a fogások jók lesznek, tehát a tóban nagyon sok hal van. Kicsit az idei időjárás, ez a tavaszunk elég szeszélyes, befolyásolja a fogási eredményeket, de szerintem a fogásokkal nem lesz probléma. A környezettel sem nyilván, hiszen épp eleget tettetek az elmúlt időszakban azért, hogy nagyon-nagyon elit helynek minősül már, és nem csak a külcsín szép a palotavárosi tavaknál, hanem a belvecs, tehát a haltelepítések azért elérték a várt eredményt, ugye? Én azt gondolom, igen, tehát nem véletlenül esett a választás az ország sok jó horgászvizek közül a Palotavárosra. Egyfelől ugye ez is egy kis pikantéria, hogy városon belül található egy ilyen szép
park, egy zöldövezet, amiben ez a két tó tudja biztosítani a, nem csak a városlakóknak, hanem azt gondolom, hogy az egész országban rengetegen járnak a horgászat szerelmesei, akik ezt a fajta úgymond ilyen kicsit rapid horgászatot szeretik, pár óra alatt is nagyon nagy élményeket tudnak gyűjteni. Tehát ez lesz a jövő héten csütörtökön, szombaton pedig horgászgyermeknap. Én azt hiszem, hogy ez megint egy különleges nap, és ifjúsági négy tusa verseny. Beszéljünk a gyermeknapról. A gyermeknap az tehát a gyermekhorgászok, illetve az utánpótlás, azt gondolom, hogy számunkra talán a legfontosabb jelen pillanatban felnőtt horgászoknak, hiszen a jövőnket biztosítjuk, tehát a horgászatba. Én azt kell mondjam, hogy a tavalyi évben szövetségünk átlépte a 25 ezer főt, és ebben több mint 3 ezer gyermekhorgász van, tehát az országos szinten is kiemelkedő, ami még egy külön szép szám, hogy több mint 600 hölgyhorgászunk is van. És országos kezdeményezés ez, hogy a gyereknap alkalmával megpróbálunk a gyerekeknek egy horgászversenyt szervezni, ahol különböző, mi egy kicsit Fejér megyébe nem csak a horgászatra szeretnénk kihegyezni ezt a dolgot, hanem a családi programként. Tehát adott esetben, hogyha egy családban ugye egy kisgyerek mondjuk horgászik, a tesó meg még kisebb, vagy nem szeretne, vagy nem a horgászat még ennyire nem érdeki, akkor csinálunk számukra is programot. Tehát a közösségi térnél, kemencében lesznek ilyen sógyurmából halfigurákat lehet sütni a gyerekeknek. Szerintem minden kisgyerek szereti ezeket a kézi munkákat. Különböző ilyen halas dolgokat kell majd megkeresni. Tehát több olyan versenyt csinálunk, programot, ami szerintem leköti a gyerekeket, illetve lángossal, jégkrémmel kedveskedünk nekik, próbálunk jó díjazással biztosítani a gyerekeknek egy teljes napot. Az ifjúsági négy tusa az pedig azt gondolom, hogy egy rangos verseny, hiszen a gyerekek egy országos táborba, Sarudra mehetnek el egy hétre teljes ellátással, ahol szintén, tehát a négy tusa az abból áll, hogy van egy horgászat, van egy úgynevezett barkácsolás, ami szerelékeket kell kötni. Van az úgynevezett casting, ez ugye olimpiai sportág is, tehát a célba dobásról beszélünk horgászbottal, illetve egy elméleti tesztről kell tudást, a tudásukról adnak. Tehát ez is a palotavárosi tavaknál lesz. Így igaz, ez párhuzamosan fog működni. Ez egy pazar dolog, a családi nap együtt, anyuka, apuka, a töpörtjük, és mindenki szereti a horgászatot. No, mivel nagyon sok időnk nincsen, kell, hogy beszélgessünk a klímaváltozás okozta nehézségekről, illetve az országos halbetegségekről és halpusztulásokról. Ez azért is fontos, mert én magam is tapasztalom, én délelőtt átnéztem, hogy hol mindenhol volt az elmúlt időszakban halpusztulás, és utána majd a betegségekről beszélünk. Tehát volt Kaposban, Somogyudvarhelyen, a Petesmalmi tónál több ezer törpeharcsa például, a Balaton ellen négy mázsányi szélhajtók küszt találtak, és így tovább. És ilyenkor mindig megdöbbenünk, hogy mi okozhatja ezt. Nagyon sokan azt mondják, hogy a klímaváltozás, illetve olyan eredeztethetően még nem ismert halbetegségek tűntek fel Magyarországon is, amelyekre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Egyébként itt a beszélgetésünk elején mondtad, hogy az elismert szakértővel beszéltél erről a kérdésről. Így igaz, amúgy abszolút jól látott, tehát a klímaváltozás az közre játszik ezekbe a betegségekbe, illetve az, hogy ugye egyre népszerűbb Magyarországon ez a kerti tavas akvakultúra, ahol ugye nagyon sok Ázsiából beérkező pontyfajta, koi pontyok érkeznek, aranyhalak, különböző halfajták, és a halak ugyanúgy, mint az emberek, egy-egy égőfhöz kialakulnak különböző betegségek, amin immunis az ember is, illetve a halak. Amikor ez megváltozik ebbe az égőből, átkerül egy másik területre, más klíma, más éghajlat, más környezeti behatások érik, más vizekbe kerülnek, előjönnek különböző betegségek, és most jelen pillanatban azt mondják, hogy Magyarországon
közel 300 olyan betegség van a halaknál, amit nem is tudnak hirtelen, tehát nincs gyógyszer rá, illetve nem is tudják pontosan, hogy ezek milyen betegségek. Mi a teendő? Ugye felelős tótulajdonosként egyszerűen kötelező ezt figyelemmel kísérni és ellenőrizni a halak állapotát. Ez kell megfelelő odafigyelés, beavatkozás, hiszen a rendellenes magatartás tetszik, nem tetszik, ez a halaknál is észlelhető. Így igaz. Hát a legfontosabb, mi úgy gondoljuk, hogy csak és kizárólag ellenőrizhető helyről, tehát magyarországi halat szabad megvásárolni, tehát hogy ne hozzunk be a vizekbe különböző égtájról vagy különböző országokból való halak által betegségeket, illetve hát az nagyon fontos, hogy akik ugye ilyen kerti akvakultúrában nevelnek halat, és ugye a hal szaporodik, hogyha ha olyan mennyiségű utód jelenik meg a kerti tóba, hogy azt ne tegyék természetes vizekbe, ezeket a halakat nem szabad kihelyezni, mert előbb-utóbb emiatt manifesztálódnak ezek az új betegségek. Tehát bizakodóak vagyunk, nyilvánvaló, hogy azt tudjuk, hogy ti odafigyeltek, de a szakembereknek ez az elsődleges dolga most, mert tehát nem lehet félrenézni. Minden egyes gyanús jelnél lépni kell. Nos, hát köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Kedves nézőink, önöknek pedig felhívom a figyelmét, hogy május 23-án, ahogy itt elhangzott, maga Áder János köztársasági elnök fővédnökségével a palotavárosi tavaknál rendezik meg ezt a nagyköveti horgászversenyt. 11 nagykövet lesz, és természetesen találkozhatnak horgászvilágbajnokainkkal, olimpiai bajnokainkkal is. Emellett pedig a horgászgyermeknap lesz szombaton, tehát május 25-én, és mellette pedig ifjúsági négy tusa versenyre is invitáljuk önöket. Tamás, köszönöm szépen. Köszönöm én is. Mi pedig folytatjuk műsorunkat, kedves nézőink, hiszen immár a harmadik alkalommal rendezték meg az Agrárgépshowt, és ennek a jeles rendezvénynek immáron másodszor adott otthont a Mezőfalvai Állami Gazdaság. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívüli esemény mindenképpen. A munkatársaink természetesen ott voltak, nézzünk meg egy bejátszást. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetsége közreműködésével rendezték meg az ország legnagyobb szántóföldi kiállítását. A harmadik szántóföldi napok és agrárgép show idén is Mezőfalván várta az agrárszakembereket. Sok mindennel várjuk az érdeklődőket, hiszen az a legfőbb célunk, hogy itt információval gazdagodjanak a látogatók. Tehát egyik viszonylag szűk területe idézőjelbe a kiállításnak maguk a gépek, hiszen az csak egy része a kiállításnak, de nagyon fontos része, hiszen itt a különféle gépkapcsolatokat, munkagépeket, erőgépeket és technológiákat meg tudják a gazdák nézni. Össze tudják vetni a különféle paraméterek alapján a különféle gépcsaládoknak a munkáját, és bizony, ha szükségét érzik, bele is tudnak ülni, és ki tudják próbálni. Ez azért is rendkívül fontos a gépek is és a fajták vonatkozásába is, mármint a növénytermesztési fajták vonatkozásába, hiszen nagyon sok gépforgalmazó, vetőmagforgalmazó, a legkülönfélebb magas színvonalú bemutatókat tart az országba, ahol az ő általa forgalmazott gépcsalád vagy fajták nézhetők meg a növénytermesztés vonatkozásába. Igen ám, de ilyenkor mindig a gazdának van egy hiányérzete, hogy ez nagyon szép, nagyon jó. Megkaptuk mindazt az információt, hogy miért a legjobbak közé tartozik az a fajta vagy gép. De bizony nem látom a másikat, hogy hogyan dolgozik. Nem látom azt a másik lehetőséget, amit viszont hát ismer, csak majd fél év múlva, vagy háromnegyed év múlva, vagy hónapok múltán tudja megnézni és megtekinteni, amikor azok tartják a bemutatójukat. És nyilvánvalóan addig kopik a emlékezet is, és nem napra kész az információ. Azért fontos a gazda számára ez a kiállítás, hiszen itt egy időbe tudja ezt az összevetést megtenni, hazamenvén pedig át tudja tekinteni a saját gépeit, át tudja tekinteni a pénztárcájának a nagyságát és mennyiségét, és bizony ki tudja választani ár-érték arányba, traktorlépcsőbe, fajtába a gazdaságához legjobban illeszkedő formációt, ami kellően biztosítja majd számára a nyereségességet,
azt a fajta innovativitást, amit az elkövetkező időben láthatjuk, a magyar gazda megtesz, hiszen az elmúlt egy évtized erről szólt, hogy bizony a előállított termék mennyiségébe is, az állattenyésztés gyarapodásába is nagyon szép eredményeket értünk el. Mekkora érdeklődésre számítanak, ugye ez egy országos rendezvény, beszéljünk egy kicsit erről országosan, de most már vannak tapasztalatok, és Fejér megyéből gazdákat érintően mennyi gazdára számítanak, és hány kiállító lesz jelen? A kiállítók létszáma az több mint 150, és szakmai kiállítókról van nyilván alapvetően szó. Van természetesen gasztrofalú és minden olyan étkezési lehetőség, ami hát a sok információ felvétele közbe és után is azért megéheznek az emberek, tehát ezt értelemszerűen biztosítani fogjuk. A kiállítói létszám az pedig egy napon általában 15 ezer fő körül szokott lenni, de nagy valószínűség szerint, mivel ezt folyamatosan megszoktuk az előző évieket haladni, ez idén több is lehet. Nyilván befolyásolja azért az időjárás, még ha azt mondjuk, hogy az eső az szerves része is az életünknek, ami így is van, de hát egy szép napos időben még többen gondolják, hogy megnézik ezt a kiállítást, és hát egyértelmű, hogy a sok gép, a sok látnivaló, a sok információ az azért vonzóvá teszi a gazdák számára. Nyilván, hogy ennél sokkal nagyobb létszámokat tudnánk elérni, hogyha hétvégén családi napokat tartanánk, de nekünk egyelőre, mint Agrárgazdasági Kamara, az a legfőbb célunk, hogy szakmai információt adjunk a gazdának. Nyilván látnivalóra és ilyen roadshow-kra, most más értelmű roadshow-kra van lehetőség az országban sok helyen, itt viszont mély szakmai ismereteknek a felszínre kerülése és ennek az átadása, az edukáció az, ami a reflektorfényben van. A magyar piacon dolgozó nagy nemzetközi márkákat forgalmazó cégek színe java megjelent az Agrárgépson, segítve ezzel a látogatókat, hogy kellő áttekintést kaphassanak a hazai mezőgazdasági géppiac kínálatáról. A mezőgazdaságot tanuló fiatal diákokat, akik lehetnek gépészek vagy gazdászok, vagy bármilyen más szakmában, mezőgazdasági szakmában tanuló gyerekeket várunk ide tulajdonképpen, és nagyon sokan el fognak jönni szerintem a mezőgazdaságot kiszolgáló ágazatokból is, lehetnek ezek akár bankárok is például, el fognak jönni ide hozzánk, és meg fognak nézni minket, hogy mit mutatunk be, milyen újdonságokat. Hát a digitalizáció a mezőgazdaságban is ugyanúgy, mint az életünkben nagyon-nagyon gyorsan beépül. Egyre több gép föl van szerelve különböző olyan digitális megoldásokra, amire pár év ezelőtt mi nem is gondoltunk. Különböző szabályozási metódusok. Most már pár év ezelőtt még az nagy dolog volt, hogy a kombájn elmegy egy szám magába, mert nem kell kormányozni például. Most már nem csak elmegy egy szám magába, hanem kibekapcsolgatja a bizonyos funkciókat. Ha például sok a termés előtte lassabban megy, ha kevesebb a termés, gyorsabban megy, állítja a szelelőt, ha látja, hogy tele van magtartály, szól a mellette lévő traktornak, hogy gyere már ide, mert lassan tele lesz a magtartály, és üríteni szeretnék. Permetezőgépeket fogunk megmutatni, ami különböző szakaszvezetéléseket képesek, vagy például van benne gyomfelismerő, és csak oda gyom permetezésre különböző egyszereket, ami írtja a gyomokat, ahol éppen gyom van. És ez mind tudják ezek a mai technológiák, ezek annyira gyorsan fejlődnek, hogy ezeket érdemes megmutatni évente, két évente a Szántaföldön is, hiszen mi egyébként megmutatjuk az állógében tartókon, mondjuk Budapesten, Hungexpon is fedett területen ezeket a gépeket, de itt kint a Földön közelről meg tudják nézni, hogy ez a gép nem csak hogy szépen van festve, nem csak hogy szépen néz ki, hanem mit tud. Ha már a technikai újdonságokat említette a sajtótájékoztatón, a drónok is szóba kerültek. Ők hogy kerülnek kapcsolatba a gépekkel? Hát ők is permeteznek például, vagy akár felismerik, hogy mi a helyzet a területen. Fölküldünk egy drónt, amiben van egy jó fényképezőgép, amit nagyon sokan használnak már, és ez a fényképezőgéphez hasonló eszköz után kit feldolgozva meg tudja azt mondani, hogy milyen zöld a terület. Tehát meg tudjuk azt nézni fölküldve, hogy a kicsit viccesen talán, hogy a szomszéd kertje mennyire zöld, és meg tudjuk nézni, hogy ide zöld, ide kevesebb nitrogént juttatok, itt kicsit sárgább az a termés, többet kell juttatni. Vagy például azt megnézi, hogy mennyire gyomos a térkép, föntről csinálunk egy fényképfelvételt, és gyomtérképet csinálunk, és a gyomtérképet feldolgozva megmondjuk a permetezőgépnek, hogy itt kell permetezned ezzel ellen a gyom ellen, és akkor ott permetezni fog a gyom ellen.
és még nagyon sok lehetőség van. Permetezőgépüket is most már próbálnak ki, olyat, hogy 3-4 ilyen kis pici drón, együtt dolgozva, mindegyik 3-4-5-6 méter széles csíkokat lepermetez, és tulajdonképpen levegőből nem kell rámelni. Hogyha például ilyen eső van, nem is tudunk rámelni szántóföldi gépek, hiszen a kerék belesüllyed a talajba, repülni viszont lehet. És akkor a drón segít majd nekünk. Egyébként Kínában már pici drónok, amik 3-5 hektárokat képesek lepermetezni, ilyenek már léteznek. Ezek a méretek, ezek persze mindig fejlesztés alatt vannak, egyre hosszabbak a technológiák, és ahol most tart, azt meg tudjuk mutatni majd itt is. Az idei statisztika alapján 100-zal több magyar új mezőgazdasági hontató került a forgalomba. Azt jelenti, hogy 100-zal több traktorra váltottak ki Magyarországon új traktorra rendszámot. Ez a helyes információ. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy a traktorokra nagyobb az igény, mint a tavalyi évben. Az állami támogatások is szóba kerültek, hogyan segítik a gazdákat? Egyetem az állami támogatás segíti abban, hiszen vannak különböző támogatások, ahol 10-20-25%-os támogatással lehet gépet vásárolni. Jellemzően már ez sokkal kisebb, mint akár 10 vagy 15 év ezelőtt, hiszen az uniós támogatások ebből a szempontból kifutottak, viszont a magyar államnak vannak olyan akciói, amit tulajdonképpen hosszú évek óta már kiválóan segíti a magyar mezőgazdasági termelőket és a mezőgazdaságéphez való jutásban. Ilyen például a hitelprogram, nemzeti hitelprogram, ahol kedvező kamattal, 1,5-2%-os éves kamattal hosszú távra 5-7-10 évre is lehet mezőgazdasági gépet vásárolni. És most jön az új lehetőség, ez egy leasing program, ami azt jelenti, hogy nem csak hitelbe lehet venni, hanem leasingelni is lehet ilyen gépeket, ahol az állam tulajdonképpen támogatja a leasing költségeket. Elhangzott az is, hogy egy versenyre várják a fiatalokat. Valóban, legyél te is mezőgépész országos versenynek, az elődöntője lesz itt. 20 csapat jelentkezett, ezek fiatal mezőgazdasági gépészek, különböző iskolákba járnak szerte az országba, és eljönnek ide közülük 4-en, ahol lesz elméleti és gyakorlati versenyrész is, és utána végén tulajdonképpen kihirdetjük az itteni elődöntőnek a győztesét, aki bejut majd a döntőbe Budapesten januárba. A rendezvény középpontjában az évszaknak megfelelő fajta bemutatók, mikroparcellás és demoparcellás növénytermesztési bemutatók, valamint a gazdálkodás különböző területeit ismertető előadások kerültek. Rendkívül széles a szortiment, rendkívül divers, mindenféle növény bemutató kiállításban vehetnek részt a látogatók. Itt egészen a fajta búzától a hibrid búzán keresztül a repcekultúrán át a kukoricán, széles a szortiment, illetve az állattartók számára is kedveztek, mivel a legújabb hibrid perjéket, hibrid fajtákat, búzaféléket is megtekinthetik a látogatók. Mi mindenre lesz egyébként lehetőségük? Lehetőségük lesz, bízom benne, az időjárás kedvezőbb lesz, mint a mai napon számukra, tehát a területbejárása, illetve a fejlesztőkkel és a kutatókkal tartandó szakmai konzultációra is. Most már ez a harmadik ilyen jellegű kiállítás lesz, az előző évek tapasztalatát levonva, az előző évek terményei, terméseihez képest mennyire lendült meg mondjuk ezeknek a kereslete? Mármint a takarmányféléknek? Egyértelműen bízom benne, hogy ezek, mivel a betakarítási ablak is növekszik jóval, illetve hosszabb vegetációs periódust tudnak biztosítani ezek a takarmánynövények, én bízom benne, hogy szélesebb szortimentben tudják majd felhasználni az állattartók. A hagyományoknak megfelelően szakmai konferenciák is segítették a szakembereket, a témák az agrárgazdaság aktualitásaival, a termelői kihívásokkal foglalkoztak. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!